Kedves kollégák, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, igazán nagyja. És noha önkormányzati reformról szoktunk olvasni és hallani is a sajtóban, és most is hallottunk egy fél mondatot, tartózkodnék attól, hogy a köznevelésben, közoktatásban egy reformról kezdjek most elbeszélni két szempontból. Egyrészt azért, mert megszoktuk az utóbbi 20 évben, hogy reformot reform követ. Talán úgy, hogy ezek a reformok mindig valamilyen oktatás irányításának a kétségtelen jó szándékából, sőt szakmai hozzáértéséből születtek, de nem mindig láttuk pontosan, hogy hová és miért. Nem szeretnénk ilyen reformot. A másik oka annak, hogy nem szívesen használom ezt a szót, az az, hogy legfeljebb a szónak a legeredetibb értelmében használnám szívesen, amikor a reform, a visszaformálás értelmében venném a számra. Ez sem egészen szívesen, mert azt a vádat sem szeretném magamra venni, amely szintén nagyon gyakori, hogy lerombolunk fontos értékeket. Az elmúlt 20 évben, pontosabban 20 évvel ezelőtt nagyon fontos erjedés, a szó jó értelmében vett erjedés indult meg Magyarországon, nagyon sok területen a társadalomban, így a közoktatásban is. Egy luftballonban éltünk a 60-as, 70-es, 80-as években, egyre nagyobb, egyre tágasabb luftballonban, nem is volt különösen zavaró ennek a lufinak a piros színe, hiszen lehetett benne közlekedni. Minél nagyobb volt, annál több levegő volt benne, és annál könnyebben át is lehetett látni a falán. Mégis 1988-89-90-ben úgy döntöttünk, hogy kilukasztjuk ezt a lufit belülről. Nem volt nagy a durranás, de az élmény az igen, hiszen levegőt vettünk, szabadabbnak érezhettük magunkat. És valóban az iskolában, óvodában olyan jelenségek tűntek föl, amelyek gazdagabbá, színesebbé tették az életünket. Kipróbálhattuk, megcsinálhattuk, átvehettük, kikísérletezhettük. És mint ahogy az önkormányzatokkal és nagyon sok más jelenséggel a társadalomban, körülbelül most így 20 év múltán szembesülünk ismét már olyan szempontból, hogy volt egyszer egy lufi körülöttünk, amiben most a plafonon, a falakon és a ruhánkon lógó kis piros csapatok maradtak, és kezdjük keresni, hogy hol is vannak azok a határok, amelyek egyszer tartottak minket valamiben. Hogy rögtön két példát mondjak, Magyarországon a rendszerváltással elmúlt a közoktatásból két olyan keret, amely nélkül ma nem létezik olyan civilizált ország, ahol nevelnének és oktatnának. Az egyik ilyen az a Tanterv nevű intézmény, a másik pedig a szakmai ellenőrzés nevű intézmény. Ilyen nem létezik, mondjuk szűkítsük a kérdést Európára, más európai országban, hogy, és ezt nyilván magyarázom a következő percekben, gyakorlatilag nincs tanterv, és gyakorlatilag nem ellenőrzik a munkánkat. Noha mind a kettőről azt hiszük, hogy van. Igen, bizonytalanságérzés van rajtunk. Hiszen a reformnak még egy jellemzője furcsa módon érvényesül ma. Nagyon sok szempontból kényszerhelyzetben vagyunk. Nem arról van szó, hogy egy boldog és virágzó ország egy új kormányzat alatt valamilyen pozitív, szakmailag megalapozott ötlet folytán új utakat keresne, hanem inkább a rendrakás, bizonyos helyzetekben a túlélés, bizonyos helyzetekben a még menthetőnek a mentése a cél. Ha reformról beszélnék, sokkal inkább mondanám azt, hogy még amíg lehet, bizonyos dolgokat a feje tetejéről a talpára szeretnénk állítani. És ilyen szempontból az alapvető motívuma ennek az új törvénynek az az, hogy bizonyos dolgokat szeretne helyére rakni, rendezni. Hogy van-e baj? Most az ember azt érzi, hogy egyre nagyobb a baj. Mert hallom ezt is, hallom azt is, egyre, ha lehet még rosszabb, akkor egyre rosszabb lesz.
mert újabb reformok, újabb politikusok, újabb arcok, újabb ötletek, és ennek megint mi pedagógusok fogjuk meginni a levét. Miért is ez a szindróma? Hiszen amikor másfél-két évvel ezelőtt ültünk a tanári szobában, vagy az óvodai csoportban, akkor ugyanígy azt éreztük, hogy bajok vannak körülöttünk, és vártuk, hogy valami történjen. Mégis természetes, hogy most, amikor valami történik, még jobban kétségbe esünk. Ez a helyzet nagyjából a költözés pszichológiája, vagyis az a helyzet, amit talán sokan átértek velem és családommal együtt, amikor elkezd a lakásunk egy kicsit piszkos, egy kicsit kicsi, és egy kicsit használt lenni. Használt, mert elromlik a vízvezeték, és újra meg újra csőtörés van, mert újra meg újra villanyt kell szerelni az állatos vezetékben, mert már festeni kéne, de ha már festünk, akkor úgyis ki kell rámolni, és mennyivel jobb lenne egy szép lakásba visszaköltözni, mert már megnőttek a gyerekek és kicsik a szobák, és ezen a ponton elmegyünk papa és mama, hogy megnézzük, hát ha találunk valahogy az anyagi kereteink között egy jobb lakást. El is megyünk, meg is találjuk, nem kis dolog, papa és mama egyetért, még kevésbé kis dolog, még a gyerekeknek is tetszhet, ami a legnagyobb dolog, anyagi lehetőségeink is adódnak hozzá, hogy ezt megcsináljuk, és meg is kötjük a szerződést. 2012. szeptember 1-én költözünk. De papa és mama gyerekekkel együtt hazamegy, leülnek a régi, megszokott, kedves lakásukban, és először gondolkozni kezdenek, hogy tulajdonképpen egész jó ez a lakás. Mi is kéne nekünk, kéne elköltözni. Majd egy-két perc elteltével rettegni kezdenek, hogy ki fog itt összecsomagolni, hogy nem fér ki a zongora az ajtón, hiszen befelé se fér, hogy nem lesz, aki összecsomagolja a könyveket, nem lesz pénz ládára, meg egyáltalán, hát jó ez a lakás. Hát látjuk, legfeljebb még egyszer megjavítjuk a vízvezetéket, még egyszer módosítjuk a 178-szor módosított közoktatási törvényt, és egy picit jobb lesz esetleg. Jó nekünk ez így is. Természetes. Nem csak ebben az önkormányzatok átalakításában és minden életmentő akcióban, ami most az országban folyik, hogy bizonytalanok vagyunk és félünk, hiszen elfelejtjük azt, hogy mire szeretnénk válaszolni. Voltak azért olyan dolgok, amik két évvel, másfél évvel ezelőtt zavartak minket. Noha most is reformról beszélünk, zavart egy csomó reform. Évtized, két évtized óta úgy élünk, hogy nagyon sokszor a hátunk közepére kívánunk olyan reformokat, amelyek a megszületésük pillanatában teljesen idegenek a magyar pedagógia világától, és ezért aztán nagyon sok esetben már a bevezetés pillanatában meghalnak. Ilyen volt például a 16 éves kori kötelező alapvizsgának az ötlete, amelyről nem is tudtuk, hogy meghalt, csak éppen nem látjuk, hogy élnek. Ilyen a pedagógusok helyzete, mint minden ilyen kérdésnek a közepe, hiszen tudjuk, hogy itt nem egyszerűen presztízs vagy anyagi kérdésről van szó, hanem arról is, hogy nem létezik olyan reform, olyan oktatási rendszer, olyan munkaidő, olyan módszer, olyan iskolatípus, amelynek a működő képessége ne a pedagógusokon múlna. A nevelés. Másfél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, hányszor mondtuk el magunknak, hogy hú, oktatunk, de nem nevelünk. A gyerekek és gyerekes családok világában az egyik legnagyobb közhely lett ez Magyarországon, nem csak Magyarországon, hogy nevelni is kéne, hogy nincsenek értékek, hogy elvesznek. Persze a mai fiatalok szófordulat a mezopotámiai kultúrától kezdve élő motívumai a generációváltásoknak, mégis azt érezzük, tudom, ezt érezték 1000 és 2000 évvel ezelőtt is a felnőttek, hogy most valami olyasmit engedünk ki a kezünk közül az értékek elfelejtésével és a nevelés mellőzésével, ami különösen drámai változást hoz.
Egy probléma, amit talán nem mindig fogalmaztunk meg, de most megfogalmazom néhány példával. 2011 tavaszán iskolákat zárnak be a nyomorgó önkormányzatok, átszerveznek, iskolai csoportok létszámát emelik föl a megengedett másfélszeresére, mert nem tudják máshogy megoldani, hogy ellássák ezeket a feladatokat. Mérgesek a szülők, szomorúak a pedagógusok, szorulnak a gyerekek, és ugyanúgy, mint nyáron, amikor ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek nem kapnak tankönyvet, ugyanúgy, mint szeptemberben, amikor van olyan megye, ahol nem kapnak enni a gyerekek, ugyanúgy, hogy októberben, amikor van olyan iskola, ahol nincs fűtés, mínusz egy fokban, teljesen jogosan tekintünk a kormányra, az államra, a minisztériumra, az államtitkárságra, hogy milyen lépések következnek most. De kedves kollégák, az a helyzet, hogy Magyarországon az állam, amelyik kötelezi az állampolgárokat arra, hogy részt vegyenek a közoktatásban, ennek a közoktatásnak nem a gazdái. Nincs semmiféle kapcsolatuk azzal, hogy mi történik egy iskolában, hogy ott ki kap enni, ki nem, ki kap könyvet, ki nem, hogy mit tanítanak, hogy mit csinálnak, hogy ki csinálja, hogy bezárják, vagy nem zárják, és hogy itt van, vagy ott van. És miközben az állam feladata, hogy biztosítsa ezt az egész rendszer, addig neki ehhez a biztosításhoz e pillanatban semmi köze nincs. Jól lehet az elmúlt két évtizedben a mi fejünkben az állam, azaz önkormányzatot jelentette. És furcsa is, hogy miről beszélek itt, amikor államról van szó. Hiszen állam megtestesült formában nem létezett a korábbi évtizedekben, csak az önkormányzat formájában. Most a kormányhivatalok felállásával városokban is, majd a gyárásokban, egyelőre a megyékben, meg a fővárosban testet ad ennek az államnak, vagyis beszélhetünk arról, hogy az állam feladatot vállal, amely feladatokat nyilván megosztja az önkormányzatokkal. És beszéltem már arról, hogy a szakmai minőség biztosítása a tananyagokban, illetve az ellenőrzésben elmúlt 25-20 évvel ezelőtt, nem beszélve olyan problémákról, amelyek valószínűleg hosszú távú, rossz értelemben vett sláger problémái a magyar közoktatásnak, mint például az esélyegyenlőség kérdése, amelyet idézőjelbe tettem, mert picit máshogy értékeljük az esélyegyenlőség fogalmát, mint az elmúlt néhány évben kollégáink. Visszatérek rá, hogy mennyire egyszerűen. Mit lehet ezekre a kérdésekre válaszolni? Hallunk, olvasunk, illetve legykálkodnak körülöttünk, hogy milyen szörnyű dolgok fognak válaszként születni. Hát az egyik legijesztőbb annak, aki már 1990 előtt is élt, az az, hogy államosítás fog történni. Polgármester úrnak is válaszolok az aggodalmára, hogy amikor államosításról beszélünk, akkor véletlenül is az 1948-as Einstein jusson az eszünkbe. Államosítás juttassa eszünkbe azt a szókapcsolatot, hogy állami felelősségvállalás. Azokról a helyekről és helyzetekről van ugyanis szó, amiket az előbb a példáimban soroltam. Magyarországon a decentralizálás, a 90-es években kialakult 3200 önkormányzat egyszerűen képtelen arra, mint mára kiderült, hogy ellásson olyan közfeladatokat, mint az oktatás, az egészségügy és nagyon sok más dolognak a finanszírozása és szakmai kezelése. Egyszerűen nem az ő feladatuk. Nem normális dolog, hogy az ő feladatuk. Nem az önkormányzatisággal van probléma, hanem azzal, hogy még mondjuk Finnországban 20-as darab önkormányzat van, ahol remekül működhet az önkormányzatiság elve, addig Magyarországon minden áldott, szerencsétlen sorsú észak-magyarországi kis településnek a felelőssége, hogy megoldja az óvodáztatást, az iskoláztatást, annak minden anyagi és szakmai hátterével. A dolog nem megy, nem elvileg, gyakorlatilag nem megy, a szemünk láttára dől össze. Ezeken a pontokon az államnak, amely, mint előbb említettem,
partnere az állampolgárnak abban, hogy valamit kötelez, valamit biztosítania is kell. Azt, hogy megállapít egy olyan színvonalat, amelyen megígéri, hogy legalább működni fog az oktatás nevelés. Hogy nem tarthat fönn az önkormányzat, szó sincs róla. Illetve szó van róla, de nem ez az igazság. Tudnélik, a kiinduló pont az új köznevelési törvényben az, hogy az oktató-nevelő munka biztosítása az állam felelőssége. De Ötvös József óta tudjuk, illetve előtte is tudtuk, de ő meg is fogalmazta úgy is, mint oktatási miniszter, és úgy is, mint a vármegyékben gondolkodó ember, hogy a közösségnek, a helyi közösségnek roppan nagy szerepe van ezekben a kérdésekben és feladatokban, nem is kell magyaráznom. Tehát az lenne az üdvös, és így fogalmazza meg a törvény is, hogy minden olyan iskolát, középiskolát, amelyet egy önkormányzat vissza tud venni, és legalább olyan színvonalon üzemeltetnie, hogy az állam, ott ez lenne a legszerencsésebb megoldás. Megyei jogú városoktól az egészen kicsi, még a problémát megoldani tudó önkormányzatokig mindenki, akivel tárgyalunk, beszélgetünk, teljesen egyértelműnek tűnik, hogy meg szeretné oldani ezt a kérdést, hogy maga irányítsa az iskoláit, de bizonyos értelemben mindenhol ott van ez az állami háló, amely tart és nem enged lejjebb menni. Amikor esélyegyenlőségről beszélünk, hogy röviden kitérjek erre a kérdésre, ennek a problémának egy elemi védelmi pontja az, hogy abban a pillanatban, hogy az országban egyetlen egy településnek vagy iskolának sincs se szüksége, se módja arra, hogy lecsúszson, abban a pillanatban az esélyegyenlőség is egy egész más kérdés. Anyagilag nincs rá szüksége, szakmailag pedig nincs módja lecsúszni vesd össze ellenőrzéssel és a rokon fogalmakkal. Ez a helyzet tehát a felelősségvállalással, a finanszírozással, a minőséggel, és természetesen ennek ad egy keretet, mint jogi szabály, az a törvény, amelyet most már különböző társadalmi szervezetekkel egyeztetünk, és a kormány és a parlament nyilván módosításokkal történő elfogadására vár. Van egy külön pontja egyébként ennek az állami szerepvállalásnak, amely mindenképpen megmarad, ez az igazgató személye, méghozzá fenntartótól függetlenül. Annyi jelképes állami felügyelet, mint hogyha a püspök szónak az eredeti értelmét vesszük, annyi, hogy mindenre rálásson az állam, de nagyon jelképesen. Abban az állandó örökzöld vitában, hogy az igazgatót, intézményvezető, a nevelőtestület vagy a fenntartó, illetve jelen esetben transzponálva a fenntartó vagy az állam nevezze ki, van egy olyan gesztus az új törvényi szabályozásban, hogy bár egy önkormányzat által működtetett iskolában értelemszerűen az önkormányzat jelöli ki, hogy kit szeretne igazgatónak, természetesen nevelőtestülettel együtt, de a kormányhivatal, az állam nevezi őt ki. De ugyanígy egy egyházi és egy alapítványi iskolában is a kormányhivatal ad áment jogilag, szakmailag erre, anélkül, hogy ő találná ki, hogy ki legyen az igazgató az iskolában. Ha már a fenntartásnál tartunk, az új törvényben a különböző magán, ilyen jogi személy, amolyan jogi személy, egyház, de egy összegyház vagy egyházközség, illetve állam, de az is az önkormányzaton keresztül és más hasonló bonyolult struktúrák helyett háromféle fenntartót ismer, az államot, az egyházat és a magánfenntartókat. Magánnak hívjuk azt, aki nem állami és nem egyházi. Az állam természetesen egy-két testesül meg a kormányhivatalokban, illetve azokban az önkormányzatokban, akik átveszik tőle segítőleg ezt a szerepet. Megjelennek tehát a települési önkormányzatok, nyilván Kispesten ez nem jelent akkor a problémát, hogy a megyeiek nem, de talán erről is tudnak már, hogy 2012. január 1-től semmiféle megyei oktatási feladatról nem beszélhetünk már. De egyúttal
egy nagyon fontos ponton magának az iskolának is nő a szerepe, pontosabban a nevelőtestületnek és a pedagógusnak, és ezen a rendszeren belül, ahol persze sokféle keret jóval szigorúbb lesz, mint az utóbbi években, ugyanezzel párhuzamosan, fordítottan, arányosan nő a pedagógusok felelőssége. Hogy egy példát mondjak, elriasztandó a mellettem ülőket. A törvény szerint az iskolának a pedagógiai programját és SMS-ét a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató hagyja jóvá. Természetesen azzal a kitétellel, nagyon precízen megfogalmazva, hogy abban az esetben, ha bármiféle többlet terhet ró a fenntartóra ez a SMS, vagy házirend, vagy helyi pedagógiai program, akkor egyetértési jogot gyakorolhat a fenntartó, de pusztán az, hogy szakmailag mi történjen egy iskolában, mint pedagógiai munka, hogy milyen közös megállapodások születnek mondjuk egy házirenddel kapcsolatban, az a jogszabályi keretek között nem egy felkért szakértőnek a kompetenciájába tartozik, hanem a magunkéba, akik értünk hozzá szakmailag, és a magunk bőrét visszük a vására. A pedagógusnak ilyen szempontból természetesen a személyes felelőssége is megnő egy kicsit ezekben a kérdésekben. Egy sokszor boncolt kérdés volt az elmúlt években elsősorban a diákjogokkal kapcsolatban, de az utóbbi egy-két évben már nagyon brutálisan verekedésekben és komoly bűncselekményeket is súroló iskolai jelenetekben a jogok és kötelességek felborulásának a kérdése. Nyilvánvaló, hogy minden a milyenkihez hasonló törvényben vannak jogok és kötelességek. Szimbolikus, de nagyon fontos szimbólum jellege van annak, hogy miközben a jelenleg hatályos 1993-as közoktatásról szóló törvény bevezető gondolatai után az első fejezet, amelyet elolvashatunk, az nem a közoktatás működéséről, rendszeréről, tananyagáról, világáról szól, hanem a tanulóknak a jogairól, amelyek vannak a megfelelő helyen. Ennek az új törvénynek is a megfelelő helyén szerepelnek ezek a jogok, de nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek a kötelességekkel párhuzamosan léteznek minden résztvevő számára, és alapvetően nem az egyén, hanem a közösség szempontrendszerével mérik ezeket a dolgokat. Szakmai döntésekről már beszéltem az iskola jogaival kapcsolatban. Talán itt a tankötelezettségre térnék ki még, mint egy talán már túl tárgyalt, de mégis élénk kérdésről. Magyarországon nagyon hosszú ideje, 16 éves kor a tankötelezettség felső határa. Néhány éve kipróbáltuk azt, hogy mi lenne a 18 évre felvinnénk ezt a tankötelezettségi korhatárt. Nagyon könnyű egy oktatáspolitikusnak azt mondani, hogy valami nem sikerült, és ez csalás. Ugyanis ahhoz, hogy valami sikerüljön, nagyon sok évnek el kell telnie. Tehát nem állíthatom azt, hogy nem sikerült ez a kísérlet. Az a helyzet, hogy elvi problémák vannak benne, amelyeket pedagógusok, akik tanítanak, vagy tanítani próbálnak 16-17-18 éves gyerekeket, a saját bőrükön érezték, és a saját mindennapjaiban. Arról van ugyanis szó, hogy egy olyan 17 éves gyerek, aki nem szeretne iskolába járni és tanulni, akinek a szülei se szeretnék, ha iskolába járna és tanulna, az vagy nem jár az iskolába és nem tanul, és jobb ilyen kipipáljuk, és valamilyen szinten elkezdjük igazolni az igazolatlan óráit, vagy nem, és akkor sem történik semmi. Vagy pedig ott van az iskolában történetesen, amivel lehet, hogy még több galibát okoz. Semmiképp sem azt érjük el, hogy örömmel elkezd tanulni és iskolába járni, de ugyanebben lehet, hogy megakadályoz másokat is. Magyarországon az oktatás-nevelés mindenkinek ingyenes joga, lehetősége az érettségig, vagy az első szakképzettség megszerzéséig a jövőben is. De senkit nem szeretnénk tűzzel vassal arra kényszeríteni, hogy a saját és mások életét megkeserítve 17 évesen oda kényszerítsük az iskolapadba. Persze
lehet azt mondani, hogy jobb neki, mintha az utcán lenne, de egyrészt ott van, másrészt nem biztos, hogy jobb, másrészt lehet, hogy másoknak is van, ami jobb vagy nem jobb. Ahogy említettem, a rendszernek, bár rendszerszerű elemekről beszéltem eddig is, a kulcsa nem csak azért, mert pedagógusokkal beszélgetek, gondolom, nem csak azért, mert én is az vagyok, nem csak azért, mert nem jutnék ki az épülettől, hogyha erre nem térnék ki, hanem azért is, mert még az elméleti kutatók is, akiktől azért mi viszonylag egészséges távolságot próbálunk tartani, és az iskola világát is, mint egy tapasztalati tényezőt figyelembe venni, tehát még ők is elismerik, hogy a pedagógus munkája az egy alapvető kulcskérdés az oktatás minőségében, és nem létezik olyan tanterv, iskola típus és szerkezetváltás, amely felülírná ezt a problémát. A pedagógusok esetében nem kell elemeznem, ma Magyarországon, tegnap Magyarországon és tegnap előtt és azelőtt is egyenlő súllyal jelentett egzisztenciális és továbbfejlődési akadály problémát ezeknek az embereknek az anyagi és társadalmi megbecsültsége. Egyiket se szeretném se lebecsülni, se túl misztifikálni. Ha önök pedagógusok, akkor tudják, hogy nem igaz az az állítás, hogy ennyi pénzért nem lehet pedagógusként dolgozni, hiszen itt ülnek és dolgoznak. Ha önök pedagógusok, azt is tudják, hogy ilyen társadalmi megítélés közepette is lehet pedagógusnak lenni, mert azok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell kimondani világosan ennek az ellenkezőjét is, vagyis azt, hogy 90 ezer forintos fizetésért pályakezdő családot alapítani kívánó pedagógusként elmenni pedagógusnak dolgozni, ez nem finnyássági kérdés, nem kényességi kérdés, hanem képtelenség. Mint ahogy egy-két gyereket, vagy egy lakást fenntartani a hosszú évek óta 120 vagy akár 130 ezer forintra feltornázott fizetésért sem nyávogási, hiszti kérdés, hanem gyakorlatilag lehetetlen. Gyakorlatilag az egészségügyben és az oktatásban nem normális dolog ezt a pályát választani, és bármilyen csúnya pont ezzel a két pályával kapcsolatban anyagi korlátokat emlegetni, ez tény. Ma, aki elvégzi az orvosi egyetemet, és 9 év alatt, ha szerencséje van, szakorvosnak megy, ugyanígy nem tudja megoldani azt, hogy külföldre menés nélkül ennivalót tudjon venni magának, és ez nem azért van, mert hűtlenek a hazájukhoz, és nem azért van, mert kényesek, hanem mert nincs állásuk, és nem kapnak pénzt a munkájukért. De azért nagyon fontosan összefügg ez a kérdés a társadalmi presztízzel is. Nem csak azért, mert több pénzt kapnánk, ha társadalmi presztízsünk lenne, hanem például fordítva, úgy bemenni az iskolába, és egy gyereknek azt mondani, hogy így jó, és úgy nem jó, egy olyan társadalomban, ahol világos, hogy az 5-ös BMW-vel érkező kisgyerek és a legfeljebb feles BMW-vel távozó tanár között milyen anyagi különbségek vannak, ez megint egy kicsit szemérmesen elhallgatott konfliktus, de nagyon is erős. Mit beszéljek én az élet értékéről egy gyereknek, aki számára otthon vagy a társadalom az élet értékrendjében én valahol az iskola alatt vagyok. Ezt a kettőt, ezt valahogy együtt kell megoldani. Nagyon sok más dologgal is. Hiszen amikor társadalmi megítélésről beszélünk, akkor nem hallgathatjuk el azt sem, hogy amikor mi beszélgetünk valakivel, akkor sajnálhatnak minket esetleg. De ugye mindannyian találkoztunk már azzal a társadalmi megítéléssel, amely szerint keveset keresnek. De hát miért keresnének többet, amikor? Hiszen önök is hallottak már a 3 hónapos nyári szünet legendájáról. Arról is, hogy 22 órában dolgozunk 40 helyett, mint a más normális állampolgárok.
arról is, hogy fél nap, fél év, hát akkor miért keresnének többet, majd mellette elmennek az osamba pénztárosnak. Halljuk, nem halljuk, nekünk valahogy ezzel is tennünk kell valamit. Mert az, hogy ez a társadalmi alaphangulat, ami több évtizedes propaganda alapozott meg, emellett nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy nagyon keveset keresünk, és most többet szeretnénk. Amikor erről a legendássá vált pedagógus életpálya modellről beszélünk, a munkaidőnk átszervezéséről, amitől rettegünk a sajtóhírek alapján, akkor arról van szó, hogy egyszerre kell helyre rakni a társadalomban azt, hogy mi mit csinálunk, és hogy ezért bizony legalább annyi fizetést kéne kapni, hogy életben maradjunk. Munkaidő. Azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben, ha egy pedagógus, mondjuk nem matematika szakos, bármilyen kétjegyű pozitív egész számot hallott, akkor a szívéhez kapott, hogy annyi kötelező óránk lesz. 32, 28, 45, 60, 168, ennél több nem lehet. A kötelező óra fogalom rendszerében legyenek nyugodtak, azt kell mondanom, hogy 22 lesz cirka, mint eddig. A cirka az csak azért cirka, mert egyszerűen nem fogunk erről beszélni, hogy kötelező óra, de mégis nyugodjanak meg, ennyi lesz. Százalékokról fogunk beszélni, hogy hogyan is lehet a társadalomnak jelen esetben, mint kísérleti nyúlnak, egy kormánynak elmagyarázni azt, hogy miért szeretnénk mi fizetést adni a tanároknak. Van egy 40 órás munkahetük, mint minden magyar állampolgárnak. Ebből 8 órára, a munkaidőjük 20%-ára viszonylag rezenéstelen arccal azt mondjuk, hogy ezzel ne tessék foglalkozni, ezt titokban fogják elvégezni, mert készülnek az óráikra, értelmiségi emberek, amennyire még ezt bírják, elmennek színházba, elolvasnak egy könyvet, vagy megveszik az új dolgozat füzeteket az Ápiszban. Ennyit elfogadnak. A maradék 32 órában azonban eddig is dolgoztunk. Tudom, a többi 50-ben is. De a maradék 32 órában mindenképpen. 32 óra. Mi ez a titokzatos szám? Hát ez egy olyan szám, ami egy iskolában dolgozó pedagógusnak egy mosolyogtató szám, hiszen ki az a pedagógus, aki nem tartózkodik általában reggel 8 és délután fél 3 közt az iskolában? Hol tartózkodik akkor? Aki nem, és nem tart ennyi órában szakköröket, nem javít dolgozatot, nem kíséri az osztályát a fogorvoshoz, nem felügyel az ebédórán, lehet, hogy megkockáztatnám, még ha megkövezis itt valaki, hogy az lehet, hogy gond egy kicsit. De mindannyian ennél többet dolgozunk. Most azonban kimondjuk azt, hogy nem, kedves állampolgárok, nem 22 órában tanítunk, ne nézzenek minket madárnak, sokkal többen tanítunk, sokkal többen dolgozunk, mert a tanár munkája nem csak a 22 kötelező frontális tanóra, hanem mi bizony csinálunk szakkört, elvisszük őket úszodába, felzárkóztatunk, tehetséget gondozunk, beszélgetünk, sportolunk, segítünk megírni a másnapi leckét, hogyha szükséges, és ezt megpróbáljuk belepréselni 32 órába. És ezért szeretnénk egy nagyon tisztességes fizetést kapni. Ha megkapjuk a fizetést, mondja a szakszervezeti bizalmi államtitkár, akkor fogunk ennyit dolgozni. A törvény így néz ki, munkaidő, fizetés. Fizetés, munkaidő. Nem pedig munkaidő, és adott esetben lehet, hogy bevezetünk egy életpálya modellt. Már ha elhiszik, és megjobbulnak. Társadalom. Az esélyegyenlőségről már szóltam néhány szót. Beszélhetnénk az integrációról. Talán olyan dolgok vannak kivetítve, amikről nem kell nagyon. Az, hogy a törvényünk, köznevelési törvény, ezekről a kérdésekről nagyon sok mindent elmond, alapvető
jön azt, hogy a nevelés részének tartjuk az oktatást, és nem kevésbé fontosnak egy délutáni szakkört vagy beszélgetést, mint a fizika órák. De ugyanígy előhozhatnék más olyan nevelési problémákat, amelyeket egy picit máshogy látunk, mint az elmúlt időszakban, az integrációt, amelyet nem azzal látunk megoldhatónak, hogy azt mondjuk, hogy integráltunk, nem azzal, hogy egy osztályba becsukjuk az ajtót néhány sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési zavaros gyerek mögött, és a többit rábízzuk a tanítónénire, de beírhatjuk a naplóba, hogy integráltunk. És az esélyegyenlőségről is egy kicsit azt gondoljuk, hogy az, hogyha az oktatás-nevelés színvonalát oda helyezzük, hogy mindenkinek legyen esélye ezt megközelíteni, ez nem biztos, hogy jót tesz az egész oktatás-nevelésnek, noha az esélyegyenlőséget növeli. Hogy egy példával éljek, miközben 90%-os kresszvizsga nélkül nem kezdhetünk el vezetni, autót vezetni tanulván, miközben most, amikor hazamegyünk, össze fogjuk állítani a vasárnap este össze fogjuk állítani a hétfői matek dolgozatban azt, hogy kinek hány pontot kell elérni a 3-ashoz, 4-eshez, 5-öshöz, és lefelé valahol 50-60%-nál megállunk, addig ma Magyarországon 20%-os teljesítménnyel érettségizett emberek lehetünk, nem is akár milyen feladatsorban elért 20%-os teljesítménnyel. És ez valóban nagyon-nagyon nagy mértékben növeli az esélyegyenlőséget, mert bocsánatot kérek, de gyakorlatilag bárkinek van erre esélye. Mi egy picit fordítva gondolkodunk erről. Esélyegyenlőség alatt azt látjuk, hogy mindenkinek megpróbáljuk biztosítani az érdeklődésének és a törekvésének megfelelő esélyeket, hogy a maximumot hozhassa ki magából, aki pedig lemarad, annak minden segítséget megadni ahhoz, hogy fölhúzzuk oda, ahol a többiek szaladnak a pályán. Nem a nemzeti köznevelésről szóló törvény része, mégis arról, amiről beszélek, leválaszthatatlan a tananyagnak a problémája, vagyis az első mondataimban érintett tartalmi szabályozás. Mindig fölhördül a tömeg, aki velem szemben ül, ha azt mondom, hogy ma Magyarországon nincs az oktatásban tartalmi szabályozás. Persze, hogy van, mert először is elvégeztünk egy főiskolát, egyetemet, és megtanultuk, hogy mit kell tanítani. Persze, hogy van, hiszen iskolába jártunk, és megtanultuk, hogy Maxwell második egyenletét megtanítja az ember a fizikatanár. Persze, hogy van, mert tankönyveket használunk. De amikor középső gyermekem Lovicki Sarolta, aki szegény állandó példám, múlt hét péntekre nyelvtan röpdolgozatra tanult, és a nyelvtan könyvéből és füzetéből segítenem kellett megtanulni neki, mint nyelvész doktor, azt, hogy a Lazicius féle fonetikában a nyelv teljes függőleges és vízszintes mozgása hogyan illeszkedik az egész hangképző szerv komplexumunknak a latin és magyar elnevezés rendszeréhez, és ebből hogyan vezetnek az utak a hasonulásokhoz, akkor értelmiség és időt pedagógus létemre, életemben először és remélem utoljára azt mondtam a lányomnak, hogy ezt nem fogod megtanulni. Nem kellett neki azt mondani, hogy nem engedem, mert engedelmes lehet. De nem is ez az érdekesebb, nem, hogy mi történt bennem, hanem hogy mi történt a nyelvtankönyvben. Ha vannak itt olyan pedagógusok, akik tanítanak ötödikben magyar, lehet, hogy tudják, hogy melyik nyelvtankönyvről beszéltem, és ezért nyugodtan föltetem a kérdést, hogy ha tudják, és tudják, hogy van olyan tankönyv, amiben nem ez van, akkor vajon ebben miért ez van? Vajon miért? Tessék elárulni nekem. Ki mondta annak a hölgynek, aki ezt a könyvet írta, hogy az én ötödikes lányomnak mondjuk ezt tanítsuk 2011. szeptemberében? Miért van ez a könyvben? Csak tudják, hát ezekből a könyvekből tanítanak. Miért van az a latin könyvben pont hogy? Miért van az a matek könyv? Miért van a fizika könyvben pont akkor Maxwell második egyenlete? Elárulom, mert rém egyszerű, csak.
Csak. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a másik magyar könyvben nem az van. Ma Magyarországon az oktatásban az egyetlen egy szabályozója annak, hogy mit tanítok, az érettségi követelményrendszer. Tudom, van egy tanterv, amit nem tudom hányan olvastunk a saját iskolánkban. Tudom, hogy azt valami alapján megcsinálják, de azt is tudom, hogy nem csak hogy két iskola, hanem egy tanári szobán belül két magyar tanár is egész más tanít magyarul rá, mint a másik. Ennél sokkal szomorúbb, hogyha az én lányom egy másik iskolába kényszerül menni, kidobhatjuk a könyveit, és beleilleszkedhet egy teljesen más világba, más tantervel és más könyvekkel. És még szomorúbb, hogy csak azért tanulja meg ezt a fonetikát, mert éppen ez van a könyvben. Ez a rendszer így nem tudom honnan jön, és nem tudom megnézni, hogy hova megy. Nem ellenőrizhető, és hát elég bizonytalan alapokon áll. Ezért aztán, mivel nekünk már úgyis mindegy, megkockáztatjuk azt, amit 20 éve nem mert senki. Pontosabban egyszer a 80-es évek közepén, amikor a nemzeti alaptantervről először szó volt, természetes velejárója volt, és egyszer 10 évvel ezelőtt manifesztálódott a probléma abban, hogy kerettanterveket kezdtek írni és megjelentetni, de már kötelezővé tenni nem. A nemzeti alaptantervet átalakítjuk tantervé, ez a projektünk. Nemzetinek nemzeti, azzal nincs gond, alap lesz, de tantervet csinálunk belőle. Vagyis a fejlesztési követelmények mellett, amelyek most rendre is nagyon szépen benne vannak, be fogjuk írni, hogy mik azok az alap tantervi elemek, amelyek szerintünk járnak a gyerekeknek Magyarországon. Nem az lesz benne a nagy, majd mit kell tanítani, hanem hogy mi az, ami nélkül nem mehet el az iskolából a gyerek. Vagyis, hogy öcsi, neked kötelező iskolába járni, isi, neked meg kötelező megtanítani valamit. Vagyis nem csak a gyereknek kötelező negyedikig iskolába járni, hanem az iskolának is kötelező megtanítania írni, meg olvasni. Nem csak a gyereknek kötelező nyolcadikig iskolába járni, hanem nem mehet el úgy az iskolából, hogy ne hallott volna az 56-os forradalomról vagy Arany Jánosról. És így tovább. Erre a natra, ami nagyon-nagyon keret, nagyon-nagyon alap, kerettantervek fognak épülni, amelyekről sajtóbombaként lehetett robbantani, hogy ezentúl mindenki ugyanazt fogja tanítani az országban. Madács. Nem, a dolog sokkal izgalmasabb ennél, ugyanis a kerettantervek ilyen kis zsákokból fognak összerakódni. Ha modern lennék, azt mondanám, hogy modulokból. Ezek a kis zsákok, modulok, úgy fognak kinézni, hogy valóban minden, főleg fő tantárgyban lesz egy alapvető ismeretanyag, amit 5., 6., 7. muszáj megtanítani. És lesz emellett egy csomó kisebb zsák, amelyekből az iskolák válogathatnak maguknak. Akik eddig művészeti tagozatot szerettek működtetni, azok választhatnak egy olyan zsákot, amiben csak ilyen iskoláknak való plusz ismeretek vannak. De ugyanígy lehet matek tagozat, ugyanígy lehet sok minden más, sőt, olyan is lehet, hogy miközben mindenkinek a tananyagában megjelenik mondjuk a KRESZ, vagy a családi életre nevelés, vagy a gazdasági ismeretek alapjai, addig egy iskola annyira beleszeret ezekbe az új tartalmakba, hogy egy külön órát szeretne csinálni a gazdasági ismeretekre, és olyan zsákocskát is választhat. Szinte végtelenül színes lehet a dolog, amellett, hogy mindenki kötelező tananyagot ellenőrizhető, tudható tananyagot tanít a gyerekeinek, ha van valahol művészeti tagozat, akkor ugyanaz nagyjából. Nyilván az elmúlt 20 év szabadsága után, például egy magamfajta szabadlelkű tanárnak ez egy nehézség, viszont az abnormitásból a normalitásba vezető út is. Kedves pedagógusok, fenntartók,
péntek este fáradt hallgatóság. Van egy kisfiam, akit úgy hívnám, hogy Globicki Ágoston. Nagyon kicsi, de így mostanul megjárni a napokban. Remélem. Van egy kislányom is, úgy hívják, hogy Globicki Berta. Ő is megtanult ezen a nyáron egyes más, de sokkal intimebb, ő óvodába készül. Van egy kisiskolásom, Sarolta, egy nagyiskolásom, Bernát, és egy kamasz gimnazistám, Ráhel. És van egy feleségem, az ő anyukájuk, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató, és itt vagyok a tetejében én, aki 20 éve tanárként dolgozom. Higgyék el, hogy nálam senki nem izgatottabb azon a téren, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és mi lesz velem, amikor végre kihajítanak ebből a minisztériumból, és visszamegyek dolgozni. Nagyon izgulok. Tehát iszonyatosan megértem azt, hogy most neki fognak rontani a két kollégámnak, és 10 000 kérdést fognak mondani feléjük. Remélem, hogy olyan válaszokat kapnak, amelyektől legalább annyiban megnyugszanak, hogy megértik, hogy miről van szó. Azt tapasztalom, hogy általában, ahogy kezd világosodni a kép, azért megnyugszunk. Azért nagyon fontos ez, mert szól a zene, hogy érezzem, hogy vége az időmnek, mert ezt együtt lehet megcsinálni. Nem fogunk azzal kísérletezni, hogy kitalálunk valamit, és valakire is rá szeretnénk kényszeríteni. Szeretnénk, ha közösen megértenénk, és szeretnénk, hogyha közösen megpróbálnánk ezt a költözést végigcsinálni. Én már láttam az új lakást, nagyon szép. Nagyon szeretném, ha együtt költözködnénk. Köszönöm szépen!